igazi húsvéti barkaágas, rozmaringos, gerebés minta, asztallábos, ördög térdje. Többek között ilyen mintákkal találkozhattak azok az emberek, akik ellátogattak a tojásfestő műhelybe Bonyhádon. A kézműves foglalkozás keretein belül a legkisebbek megismerkedhettek hagyományos tojásfestő technikákkal. A többféle minta és népi motivum közül mindenki kedvére válogathatott. Parejt Istvánné, hobbi tojásfestő elmondta, hogy milyen technikákat szokott alkalmazni a húsvéti tojások megfestéséhez. A mai délutánon két technikát próbáltam megmutatni a gyerekeknek. Az egyik a növényrátétes, úgynevezett berzseléses technika. Ez az a technika, amikor egy tojásra, egy virágnak, vagy egy növénynek a levelét egy nájlonharisnyán segítségével rögzítünk, festőlébe tesszük, és amikor kívánt szint elérte, eltávolítjuk a harisnyát, szárazra töröljük és fényesíthetjük. A másik technika pedig a viasszal és írókával mintát írunk a tojás felületére. Ehhez egy speciális eszközzel, egy úgynevezett írókára van szükség. Ez egy kis papálcára rögzített rézcsövecske, amit a gyertyalángjánál megmelegítünk, egy viasz tömbbe nyomjuk bele, visszamelegítjük, és már írhatjuk is a kívánt mintát a tojásra. Majd elárulta, honnan ered a piros tojás legendája, és hogy milyen színű tojásnak milyen jelentést tulajdonítottak a múltban. Hát az asszonyok nagypénteken szokták kezdeni a tojásfestést, mert arra emlékezünk nagypénteken, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten, és egy legenda szerint egy szegény asszony a Golgotán arra járt, amikor Jézust keresztre feszítették, és az általa érzett észvét miatt letérdelt a feszület alá imádkozni, és a kezébe levő tojásokra rácsöppent Jézus vére, megszínezte a tojásokat. De festünk más színű tojásokat is, kéket, zöldet, sárgát, pirosat. A pirosat mindig a lányok, a locsola legényeknek és a udvari legénynek adták. A kéket a keresztülők, a keresztgyereküknek adták. A zöld tojást az a legény kapta, aki tetszett is a lánynak, meg nem is. Sárga tojást, ha egy legény sárga tojást kapott, az azt jelentette, hogy az a legény többet azt a lány belocsolja meg. Először mindig az osztókörökkel szoktunk kezdeni, mikor meghoztuk az osztóköröket, akkor az köré épülnek a minták. Hát különböző mintákat ismerünk, a mintakincs az nagyon nagy, de most itt a gyerekekkel arra törekszünk, hogy amit tudnak a legegyszerűbbet, amihez kedvük van, de a mintákat el is nevezték az asszonyok, akik tojásokat írtak, volt gerebés, ekevasas, cserelapis, tulipános, rozmaringos, barkaágas. A foglalkozáson részt vett gyerekek is bemutatták, hogy milyen tojásokat készítettek, és megfestésükhöz milyen technikákat alkalmaztak. Ezen van egy szívecske, egy kereszt és egy ilyen virág. És piacon festékkel. Hát én egy olyan tojást festettem, ami hát kettő technikával készült, mert kettő tojást csináltam, és az egyik ilyen írókával készült. Hát nem lett olyan szép, de elmegy nekem. A másik az ilyen növényes tojás, amit nekem egy érdekes, hát egy kicsit érdekes, és
Igen, hát azért szerintem lett különleges, mert fordítva raktam a leveleket. Írókával készítettem, kicsit itt nagyon pekete maradt, és nagyon sokat kellett csinálnom, amit a többiek csináltak, hármat, addig én ezt az egyet elkészítettem. Sajnos nagyon keveset van itthon apukám, és gondoltam, hogy ha egyszer hazajön, akkor odaadom neki, és remélem örülni fog. A tojásfestés hagyományán kívül a technikákkal is megismerkedhettek a workshopra ellátogatók, és elkészíthették saját hímes tojásukat.